másnap van. Hát nem tudom, mit csináljak, megmondom őszintén. Tegnap megcsináltuk a fiammal a linoleumot, szépen láthattuk a videóban. Szépen felragasztottuk. Most következne a toalette. Most kétféle, hát... kettőféle, kétféle variáció van. Van az a első variáció, amit mutattam nektek, hogy van a műanyag tartály bele a fűrészpor, ajánlatjuk, belepotyog a cuccos, és akkor ott összegyűlik és komposztá alakul. Na viszont ez nem így működik. Mondták a haverok, és utána néztem. Első útján köpönyeg, nyál, az... Na mindegy, hagyjuk. Na. Az azért gáz, hogy az úgy működik, hogy nem ezt a WC-t kellett volna megvennem, hanem csak sima egy ilyen kis, mit tudom én, egy ülőkét csinálok, bele egy 35 cm-es lukat fúrok, tetőt belepottyagz, és akkor egy kis lapáttal a fűrészpor rá, és akkor úgy gyűlik a cuccos, de hát az fények így figyelitek, így a szép orcámat, így az árnyék így be behatárol, gyönyörű. Idiót. Na, jaj, miért vagyok így felöltözve? Április közepén? Hát meg kurva hideg van. Ennyi. Az egy, na jó van, oké. Ja, össze-vissza pofáltam, mert még nem ittam eleget. Amit is mondjak ma. Ja, hát ma húsvét van. Na hát kellemes húsvét ünnepeket kívánok. Lányoknak sok locsolót, fiúknak sok páleszt, sör, bor, pálinka, minden, ami jöhet. Hát ez már kihalóban van, főleg itt Németországban, itt egy-két emberkét láttam itt, aki éppen kolbászolt. Virágol a kazeikben, de ez már Magyarországon is. Én még gyerekkoromban nagyon sokat húsvejt oltam faterral, nem tudom, erről meséltem, már biztos mindegy hosszú. Na, ja, miért vagy felöltözve, azért itt vagyunk a reggel 8-tól, és azért 3 fok volt, és dér. El akartam fényképezni, mondjuk fehér volt a füvecske is. Úgyhogy fel kell töltözni, most van 9 óra, úgyhogy már azért kezd melegedni, süt a nap. Tehát ilyen 18 fokot ígért az a meteorológus jelentő szervezet. Úgyhogy, na hát amiért jöttem, megcsináltam. De viszont itt van még a zuhanytálca. Ja, még ezt a képet is föl kell még szerelni. Jaj, de szép, figyelitek, egy kis lom is. Jaj, de szépen lesz majd ez itt ám. Megcsináltam az ajtókitámasztót is. Gyönyörű, szép, nagyon sokat szenvedtem vele, mire ezt ilyen szépen kifaragtam. Brutális jó, hogy biztos hozzányúltam, szerintetek. Na itt van ez a szerencsétlen kacsatojás, még ezt kell még beépítenem, ezt viszont kell csinálnom neki egy kis lefolyót, ezt már megeszkábáltam. Ha mindjárt megjön, hogy a tartály, ebbe kell majd rakni a vizet, ezt fel is töltöm, hogy ma tudjam használni. Úgyhogy ez tökéletes lett, ez a szerszámos láb, ez mindig úgy van, kurvák pi. Úgy, akkor ezt itt van. Hoppá, milyen szép gigecső van itt, figyelitek? Gigecső, ezt tudnám, hogy mire kell lesz. Minek vettem? Ez fontos, azt ledobjuk. Na itt van ez a cuccos, ami kell, majd egyre feldugaszoljuk neki. Na, vettem ilyen gyönyörű szép zárat is, de hova? Minek ez a zár? Beszarásnak van, mint te haver. He, figyelj, haver, figyelj, haver, figyelj! Ez hova kell? Beszarokat. Mikor vettem? Már még tavaly, egy fél évvel ezelőtt. Brutálisan jó. Ja, itt van ez a cuccos, amit kell. De figyeljetek azért, hogy ott van azért a cuccos, figyelitek? Aha, biztos fel van most is szerelve. Aha. Na, ez vagyok én, gyerekek. Ezért nézzétek a videómat, ugye? Vagyis remélem, hogy minél többen fogjuk, mert azért csinálom, hogy titeket szórakoztassalak ebben a háborús, vírusos időszakban, ugyebár. Na! Akkor előkészülök, és utána megint bekapcsolom a kamerácskát. Addig itt legyetek. Na, hát akkor nekiállok összeszerelni az a szerencsétlen zuhanyt, ott van már fél éve. Úgyhogy figyeljetek, remélem nem mentetek el, vagyis visszajöttetek. Úgyhogy ez majd valahogy... Ez jó. We'll be right back.
Megérkeztünk a szent helyre, de már harangoznak, de remélem nem nekem, mert ugye húsvét van. Ma is vasárnap, amikor itt nem kéne dolgozni, de hát a hülye magyar mit csinál? Dolgozik. Mert én még hétfőn is megyek dolgozni, úgy bár. Nagy hétfő. Na mindjárt jövök. Úgyhogy nekem csak mai nap van időm kolbászolni itt a telken. Vasárnap, mikor mindenki ficereg az ágyikóba. Én mit csinálok? Dolgozok, mint állat. Tiszta hülye, aki nem normális. Mi? Most ez hogy volt? Most megint elő kell venni az oltárin, hogy eszemet és valahogy kitalálni. Istenem! Mert ezt én szerintem ezt így fogunk felrakni. Hú. Remélem látjátok, hogy mi a pályaudvar. Így ezt, ez így. És ezt valahogy meg kell csinálnom, hogy ez elbírja a súlyt is. Benne repedjen, mert úgy látom, hogy ez törékeny. Főleg az én 104 kilóm alatt, meg a haver is ilyen 100-on fölli, meg mindenki. Az asztalról ne is beszéljünk, az meg 300, de hogy viccel. Na. Szóval így néz ki. Hogy valamit ki kell találnom, hogy ott valahogy itt a víz. Mert persze nem találtam olyat, ami négyszögletes, ha miért ne pont ilyen szutykot kellett vennem, ami el volt árazva. Hát, mert az lett volna jó ilyen kocka, és akkor itt nincs ez a cuccos. Mert nekem ezt meg kell valahogy csinálnom, oda kifolyik a víz, és akkor alá, meg mit tudom én. Hozé, hizé, hozé, ottan nem jó. Úgyhogy mai nap csak az lesz, hogy kifurkálom ott, átengedem a csöveregöcsst, és utána hozok, mit tudom én, valamit ki kell találnom, megemelem az egészet. És ott meg van valami szilóval majd így végig fogom nyomatni, hogy ez teljesen vízálló legyen, meg valamit kitalálok itt, mert itt akkor itt teljesen kis tavacska kialakul. Hát mindegy, meg a teknőst odarakok, majd csinálok oda egy kis akváriumszerűt így végig, és akkor halakat be... Na jó, majd fejezd már be, ügyek. Üljél egyes. Hát akkor kezdjünk hozzá a fúráshoz. Ott van a luk, nem mindegy a lyuk méret, úgyhogy be van itt jelölve pirossal, úgyhogy most körbe furkálom ilyen 10-es fúróval, körbe reszelgetem, és akkor bemászok majd úgymond az alsó szintre, amit egy alsó szint is van ugyebár, ilyen lenne, itt a semmi közepén, és akkor ott alól fölfogatom azt a hemnyú talpas anyám tyúkját, és akkor fejsz is, wow! Srácok, meggyűjtem volt már, elvágtam fűrészvitézzel a megfelelő helyen, remélem itt voltok, nem mentetek még el, úgyis ki lesz vágva ez a fél óra, még én fűrészeltem, hát de hogy ne, szépen le kell ráspolja a kezemet reszelni, félhátúval, de említettem, jó munkát kell végezni, mert itt nagyon nagy nyomás uralkodik. Na, sorjától megszabadítottam a cuccost, ide feldugom neki a csövecskét, valahogy így összeszigetelőzöm, és mindjárt jövök. Na, megjöttem. Hoztam szigetelőszalagot, és most jut eszembe. Te
tegnap láttam gombákat is. Én megmutatom nektek. Ugyebár, oly de szép szexi vagyok ebben a gatyában, ugye? Jaj de szép, jaj de finom. Lesz ugye hurkaj az asztalon. De történt egy baleset is. Mindjárt megmutatom, csak nem tudom, hogy hogy. Ilyen a mesében nincsen. Láttátok azt a jó kis üvegképet, amit ide felszerettem volna tenni. Ez a szép kis lomizott kis erdőt, ami lényegében ez a kép egy ilyen erdőt ábrázol, de nem ketté tört. De mitől? De most őszintén, letettem kint az előszobába, még itt a fürdőszobában itt szüttyögök, vagyis a nappaliba, előszoba, minden konyha, mert ez egy ilyen amerikai konyhás lakosztály, lényegében erdősövezetben, és erre meg fogta magát, és ketté tört. Csak ezt mondja meg nekem valaki kommentben, hogy mi a jó Istentől tört el. Mert mikor leraktam, egybe volt, és most kimentem az előbb, fogta magát, és ketté tört a rohadék. Ha ne legyen az ember idegbeteg, ugye? Annyi pénzt adtam érte, és nem eltörik? Ja, mindjárt megmutatom. El a gombákat is, ha minden igaz. Ha megvannak még azok is. Na, szigetelő szalag. Felavatva. Akkor feldugom neki a csövet. Gyomormosást adunk neki. Úgy. Arról meg majd valahol kivezetem, az kész. Ezt a melyik mosószert úgy tudok használni, mikor mosom a gyönyörű szép szőrös hátamat. Úgyhogy nem károsítjuk a szőrös. A természetet. Jó, ennyi volt. Ezt összesöpröm. Mindig van valami, amire nem számít az ember. Szépen össze kell seprenteni, hogy szép legyen. Nagyobb tisztaság van, mint otthon, a lakásban. Mert van ott az a hülye idiót, aki állandóan barkácsolgat közlekedőben, és olyan szemetet vagy maga után, mint állat. Nem hiszem el, hogy miket megengednek maguknak egyesek. Hülyeségeket kitalál, még föl is teszi a netre a marhája. Nem? Tiszta hülye, aki nem normális. Most következik a cuccos, a bekötés, ami komoly szaktudást igényel, szakértelmet, ami nekem ugye persze megvan. Minek húztam én meg ezt ennyire, hülye marha? Tövítésre figyelünk ugyebár. Csavar kiugrik, beugrik, mögé ugrik. Gyere már! Úgy. Becsavarozzuk. Benyomjuk neki a gigecsövet. Tömítés. Na, megint nem szóltatok, ugye? Hogy?
Haver, ha jó lenne, ha bemennél a helyedre. Mit szólsz hozzá? Ujjjj. Ezt is betegyük, hogy valami. Tökéletes. Benéztem a lukon, nincs gáz, nincs megtörve itt ezen a két lecen. Fölfekszik, vagy mégse? Úgy. Ennyi. Hát egyelőre így néz ki. Ott majd azt leszfixálom, ott a másik oldalt még rakok majd én megfelelő deszkát. Majd itt két oldalt majd lesz majd itt a faszahokkivel szigetelve szilikonnal. Végig itt egész teljesen így lesz vízhatlanítva. Hogy itt mit rakok oda, nem tudom. Ott meg fog állni a víz. Ott. Szi! Őrület, most hogy lesz, mind lesz. Na itt végig lesz egy ilyen kis függ, amit végig. Hopp, jaj, a modellász. Na megmutatom. Megmutatom a képet. Na most őszintén. Nézzétek meg, várjál már, mert tisztán árnyék van. Ennek mi a jó Isten baja lett? Leraktam. Ott bütykölgettem a fürdőszobába, itt leraktam itt a nappaliba. És szépen ketté tört magától. Mire visszajöttem, el volt törve. Ja, egy feszültség keletkezett benne, hogy nem tudom mitől tört el, meglepett az egész ketté tört. Ha? Ha most ilyenkor mi a pályódó a gyerekek? Ó, öcsém! Na várjátok, megmutatom a gombát valahol. Gombákat. Itt volt valahol a kis ház mellett. Itt a fatövébe. Tegnap valamikor még láttam, ezt a kis fát is otthonról hoztam, de még zöld, remélem, hogy még túléli a kint maradt véletlenül ebbe a nagy fagyokba, úgyhogy a balkonon, úgyhogy úgy gondolta magát, hogy megfagy. Ezeket innen majd eltávolítom, mert ezek most már nem kellenek. Ezzel próbáltam egy kicsikét szépíteni a dolgot, hogy szépen nőjön a kicsi, de hát ez itt megadta magát. Szerencsétlen. Pedig már majdnem 10 éves. És brutálisan nő. Figyelitek mekkora? Ha-ha! Mint állat. Fogok szerezni majd ilyen hercegfát, vagy micsodát mondták nekem a haverok. Állítólag az... Hol vannak a gombák? Állítólag az ilyen 3-4-5 év alatt ilyen 20-30 centi átmérőjű, ettől dupla akkora törzset növeszt, vagyis úgy nő, mint állat. De hol van ez a vacak gomba? Ja, következő projekt. Spoiler. Ennek fogok csinálni valami normális beállót ennek a szerencsétlen anhangernek, hogy mi ez utánfutónak. Hát ez iszonyat, ez össze-vissza megáll benne a víz. Itt poshad meg, mit tudom én itt. Illódik, kellódik, nem jó semmi. Összes fólián megfagy, kiszakad, elfújja a szél. Mit tudom én, undorító, úgyhogy ez lesz a következő, majd ha kész lesz a fürdőszoba. És itt volt valahol ezen a részen, nem tudom, hogy... De hol van? Várjátok, itt van valami. Ja, ez nem is az! Ez mi? Ez mi az Isten, ez púrab? De milyen formája?
Jányok, ne nézzétek! Na mindegy, ez brutális volt, gyerekek. Ez brutális. A gomba az hol van? Ó, bassza meg. Na, mindegy, hol a gomba? Ja, ott van hátul a szomszédnak, ott lehet látni a beállót. Az is csinál WC-t, mindent tőle akarom csinálni majd ilyen. Várjátok, közelebb hozom nektek, ha sikerül. Sikerült közelebb hozni? Ott van a Anhanger Park House, vagyis a Isten utánfutó kis ház, és ott lesz elfektetve a WC neki. Ott van a vízgyűjtő, az a van neki 2 hektoliteres, vagyis köbméteres, hektoliter, köbméter, meg ott akar még csinálni valami szalonnázót a marhája. Rakott oda 2 ilyen kis szőlőtőkéket, azt mondja, hogy 2 év alatt az végig fogja lugas. Hát majd öcsém 10 évet várjál. Na jó, és elég a pofázásból, még a gégecsövet meg kell csinálnom, még megfelelő helyre. Hát gombát nem találtam. Biztos elfújta a szél, vagy ott van, arra nem foglalkozok már vele. Úgyhogy még megcsinálok pár dolgot, azt megyek haza én is. Már akkor befejeztem a munkát. Sipírc haza. Erről de locsolkodni kéne, de hát nem tudom, öreg vagyok én már bohócnak. Szóval, de mielőtt elköszönnék, mutatnék valamit. Kíváncsi vagyok majd a véleményetekre, úgyhogy írjátok meg kommentben. Ne ilyen sokan, mint eddig, mert eddig maximum csináltam több mint 200 videót, és maximum 5 vagy 6 komment jött. Hát gyerekek, hát így lusták vagytok? Ötyögni kell, nem olyan vészes. Na maradjatok, mindjárt mutatnám, hogy mit talált ki az őrült kobak. Na, szóval, mint említettem, eltört az a kép, az a üveg. Úgyhogy 10-ből 9 ember biztos kidobta volna, de én nem. Itt a toaleté. Ott vannak a vegyszerek, és én felraktam. És szerintem nagyon szép így ez a úgymond törés, és nem dobtam ki. Úgyhogy én szerintem, várjatok, már zoomol ez a szarház. Na most jó. Én szerintem nagyon szép. Lehet, hogy ez csak az én véleményem, de várjatok. Így most már jobban látni. Szépen tört el, és sajnáltam kidobni, mert annyi pénzt adtam érte. És ez pont illik ide, ez a sok szürkébe. Ez a zöld egy kicsikét így ellensúlyozza azt az egyhangú szürkeséget, mert a toalett, a budi is szürke. A zuha, nem, az fehér, de én úgy gondoltam, hogy ez a zöld, ez kell ide, ez a szép, egy kicsit felvidítja itt hangulatot, hogy az ember éppen trónol, és akkor ez a szép, de mindegy, úgy se látja. Úgyhogy ennyi lett volna, úgyhogy kérem a kommenteket, de most már tényleg? Na. Na úgy gondoltam, hogy a tartály volt az a 20 liter, azt beleöltöttem a WC-be, hogy feltöltöm a tartályokat. Ahogy most kijöttem itt a kis falu, amit látok mindig a videókban, ilyen 500 méterre, nem akartam mutatni, de olyan szép, van egy ilyen kis forrás, onnan szoktam vizet hozni. Ez egy nagyon szép kis falucska, majd ezt komolyabban bemutatom nektek. Itt elengedem ezt a tartályt vízzel. De nagyon szépen fel van díszítve, oda nézzetek, milyen szép. Ugye húsvét van. Ott van Kainer Pinkmaster, vagyis nem lehet vinni belőle, hát nem is akarok. Ez Németország. Ja. Szóval akkor belemártom majd egy skannát, telengedem vízzel, mint már kifogyott. És akkor én is húzok haza, és eszünk egy húsvéti sonkából. Itt a gyárval élet nincsen, mert most ünnepnek van, hogy én is szétcsendben pofázok, nehogy itt kihívják rám a rendőrséget.